Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ez itt látható felül ezen a képen. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami itt fent látható, de te ezt nem veszed észre. Ő nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen, vagy érzelmekkel közeledjen hozzád, de te bizonytalan vagy. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, azt mutatja itt ez a kártya, a fő papnő. Ez a fő papnő utal spirituális dolgokra, vagy vallási témákra, megvan a hite ebben a szerelemben. Amit ez a fő papnő őriz, itt ez a könyv, ezt a könyvet Akasa krónikának nevezzük, és itt vannak megírva a sors utak. Tehát ez a találkozás kettőtök között nem véletlen. Megvan írva itt a sorsok könyvében, ugyanúgy, mint a csillagképekben is. És ő ebben hisz. Ez a hite. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled. Itt a kezébe veszi a dolgokat, irányítja az eseményeket, megvan a bátorsága, hiszen a kép a tűz elemére utal, a lelkesedésre, az erőre, de a szenvedélyekre is. Itt a kettes szám utal a párkapcsolatotokra, te és ő. Itt nincs most egy harmadik személy, ilyen irányba tekint, ez a célja. Ő kezébe veszi ugyan a dolgokat, de itt ez a második pot, ami rád utal, ott van mellette. Tehát érezhető ez a közelség, de nem mer megérinteni. Vár arra, hogy te nyilatkozz, vagy vár arra, hogy fordulj oda, és nézd ezt a kelyhet, amit ő mutat számodra, és ez utal az ő érzelmeire. Itt a következő kártya utal arra, hogy mi a megoldás. A könyvnél tudásról van szó, de jelenti a titkokat is, hiszen csukva van, és nem látjuk azt, hogy mi áll benne. Légy zárkózott. Várj arra, amíg ő tesz lépéseket, amíg ő közöl veled valamit, de ha kimutatja itt az érzelmeit, akkor figyelj oda rá. És ha terveid vannak, akkor ne mondd azt másoknak. Ez a könyv utalhat természetesen tovább képzésre is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!